A katona zenekar trombitái harsogtak csütörtök délelőtt Mátészalkán, amelyet a Csonka-Szatmár fővárosának is hívnak. Az első világháborút követő trianoni döntés értelmében ugyanis a megye jelentős részét elcsatolták Magyarországtól. A veszteség azonban ennél is tragikusabb volt. A hazáért küzdő 5., valamint 12. szatmári ezred több tízezer katonája veszett oda a galíciai és a doberdói csatákban. Most az utóbbiak tiszteletére avattak emléktáblát, különleges helyen a Hősök emlékiskolájának falán. Mátészalka az országban egyedülállóként rendelkezik egy Hősök emlékiskolájával, és ezen az emlékiskolán 2 emléktábla hirdeti a több tízezer elesett szatmári ember emlékét. Reméljük, hogy a határon túlról is az ottani szatmári emberek, akik elveszítették édesapjukat, dédapáikat, testvérüket, és így sorolhatnám tovább, ha átjönnek ide Mátészalkára, akkor le tudnak tenni egy szál virágot. A Hősök emlékiskoláját 1936-ban alapították, amire a pénzt a szatmári 5. gyalogezred túlélői, valamint az elhunytak családtagjai gyűjtötték össze. Tudomásom szerint ez az egyetlen olyan iskola Magyarországon, ami ezt a nevet viseli, és kvázi emlékművet állít az első világháborúban elhunyt hősöknek. Büszke vagyok arra, hogy a mai naptól nem csak az 5. szatmári honvéd gyalogezrednek, hanem a 12. honvéd gyalogezrednek is, amelynek szintén nagyon sok hősi halottja volt egész Szatmárból. Most már 2 gyalogezred hőseinek emlékét képviseli ez az iskola. Az első világháborúban elesettek tiszteletére koszorúkat is elhelyeztek. A Nyíri Honvéd Egyesület, a Szatmári Múzeum és Mátészalka önkormányzatának képviselői is fejet hajtottak a Hősök emlékiskolájánál. Lépés! Indulj!